Vannak olyan nem publikus titkosszolgálati jelentések, amelyek alapján bizonyítható, hogy a teljes hazai migráns párti civil szférát Soros György befolyási övezetének lehet tekinteni. Ezt Lázár János mondta a napokban az ATV.hu-nak. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nincsen olyan migráns párti, az ellenzékhez köthető szervezet, amely mögött ne az amerikai üzletember pénze lenne. Vendégem Molnár Miklós, a riposzt.hu főszerkesztője. Jó reggelt, szia Miklós! Jó reggelt! Ti rengeteget foglalkoztok Soros Györggyel. Mit lehet róla tudni? Hogyan lett ő milliárdos? Azt gondolom, hogy Soros György tulajdonképpen egy jókai regénybe illő figura, ahol ugye ördögök és angyalok szerepelnek, de talán tömörebb, ha a New York Times-ot idézem, ez a lap tulajdonképpen jó viszonyt ápol Soros Györggyel, de egy cikkben úgy minősítette, hogy agresszív spekuláns. A vagyonát meglehetősen agresszív tőzsdei műveletekkel szerezte elsősorban. A 90-es években romba döntötte az angol fontot, egy úgynevezett sortolási művelet révén, ezt azóta is a fekete szerdaként emlegetik Nagy-Britanniában. Aztán hasonló műveletekre került sor Maláziában, Tajföldön, úgyhogy ezekben az országokban a pénzügyi körök jelentős része hát nem egy jótevőként tekint Soros Györgyre, aki tényleg egy regényes figura, nem csak tőzsdei spekuláns, hanem kevesen tudják róla, hogy filozófia szakon is végzett, tehát egyfajta világjobbító szándékkal is néz a világra, már úgy, ahogy ő gondolja a dolgokat. Igen, az érdekes, hogy filozófusként valakiből azért tőzsdei spekuláns lesz. Aztán még érdekesebb, hogy a megszerzett pénz tulajdonképpen politikai célokra is fordítja. Igazán nyilvánosan akkor kötelezte el magát a nagy politika mellett, amikor beszállt az amerikai elnök választási kampányba W. Bush ellen. Nagyon nagy összegeket áldozott arra, hogy másodszor ne válasszák újra Bush-t, vagyis inkább a demokrata pártot támogatta. Innentől kezdve a demokrata párt egy főfinanszírozójának számít, és szerte a világban a pénze révén megpróbál politikát csinálni. Aztán hát ebből fakadnak a gondok, ugye politikai ellenfelei nem veszik jó néven, hogy egy agresszív spekuláns a sok millió dollárt mindenféle országokban a világban, Grúziától Ukrajnáig politikai célokra fordítja, ráadásul az egyik oldalon, hiszen ahogy mondtam, George Soros elkötelezte magát tulajdonképpen a demokrata párthoz köthető oldalon, és azt a politikát igyekszik sok pénzzel, alapítványok révén befolyásolni, amit ez az irányzat jelent. Igen, de miért fontos ez neki? Ha jól tudom, 25 milliárd dolláros vagyona van, ami átszámolva forintra, tehát ugye a leggazdagabb magyarnak, Csányi Sárnak van mondjuk körülbelül 1 milliárd dolláros vagyona, tehát a 25-szörös, tehát irgalmatlan pénzről beszélünk. Mi érdeke fűződik Soros Györgynek ahhoz, hogy beleszóljon a világpolitikába? Miért, hogy az annyi pénze van? Ez egy megszállottság. Az ember úgy gondolja, hogy sok pénze van, és ugye világpolitikai folyamatokat is befolyásolni tudja, hogyha van ilyen hajlandósága. Például most nagyon durván benne van Soros György az amerikai elnök választási kampányban, miközben annak a Hillary Clintonnak az oldalán, akit még saját pártbeli ellenfelei is a Wall Street, vagyis az amerikai tőzsde, idézőjelbe tett ügynökeként apostrofálnak, néhány hete újra 6 millió dollár tett a Clinton család zsebébe, úgyhogy így függenek össze a politikai folyamatok. Ez persze sokakban ellenérzést kelt, hogy tőzsdén agresszív spekulációval megszerzett pénzrévén világpolitikai folyamatokat befolyásolunk, beleavatkozunk országok ügyeibe, azért, mert mi így látjuk jónak, mi ezt az oldalt támogatjuk. Ugye ennek van egy meglehetősen fura akusztikája. Igen, de neki az ő szintjén ez nem a pénzről szól. Akkor mi ez? Hobbi? Hogy bármit megtehetek, elérhetek a hatalmam, pénzem által. Miért jó neki mondjuk Grúzia belpolitikájába beavatkozni? Vagy azt akár gondolom, a hogy ez magyar belpolitikájába? Egyfajta megszállottság. Ugye eleinte még nem kötelezte el magát az egyik politikai oldal mellett ennyire nyilvánvalóan Soros György, nem szabad eltitkolni, hogy játszott egy pozitív szerepet is itt a rendszerváltás környékén. De aztán nagyon elkezdett egy oldalra húzni ugye ebből a bizonyos Bush kampánytól kezdve, és onnantól kezdve tulajdonképpen ő egy politikai harcos lett, aki a pénze révén a saját ideológiáját
ideológiáját, a saját elveit igyekszik meglehetősen trükkös és áttételes módszerek révén érvényesíteni egy-egy országban, ami nagyon nagy ellenérzéseket kelt Amerikában is például. Ellenlábas a republikánus párthoz húzó sajtócézár Murdoch, aki nemrég a Fox News adásával leplezte le Soros pénzügyeit, amelyek nagyon érdekes módon erősen offshore háttérrel rendelkeznek már a kezdetektől kezdve, egy Kajmán-szigeteki befektetési alap révén szereztek. El fog szaladni az időnk, Miklós. Azt mondani nekem, hogy Soros Györgynek miért állna érdekében az, hogy a jelen lévő migráns válságba ő tevékenyen részt vegyen, beleszóljon, netán a pénzével irányítsa. A migráns kérdés egyértelműen azt gondolom, hogy gazdasági kérdés. Olyan olcsó munkaerőt kell bevinni Nyugat-Európába, ami pótolja a tulajdonképpen eltűnt proletariátust, ha úgy tetszik, a baloldali politikai erőknek a szavazó bázisát. Plusz szükség van olcsó munkaerőre a nagy gyárakba. Nem beszélve a migránsokra épülő hatalmas migránsiparról, a segélyszervezetekbe bepumpált pénzről, a gyógyszer ipar által felhasznált menekültekre költött pénzről beszélek. Ez egy hatalmas üzlet. Tulajdonképpen a logika ugyanaz, mint a tőzsdén, még több pénzt szerezni. Miklós, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és mindezt elmondtad nekünk.